A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli. A pontos idő 6 óra 31 perc otthoni stúdiójában. Stúdiójában Mihálovics András veri az ütemet és élvezi az elhangzott muzsikákat. Ria, Ria, Hungária, Ria, Ria, Cikória, Ria, Ria, Szűzmária. Mert hogy a magyar labdarúgó válogatott ott van az EB-n. Sejtettük. Minden Ács Gábor annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Micsoda? Hát ezért a fiúk megrázták magukat, és kint vagyunk az EB-n. 2-1-re legyőztük tegnap Izlandot. Mondja az ember, aki biztos nem nézte, ellentétben velem, aki, ugye annyira tudtam, ellentétben velem, aki végig idegeskedte, majd pedig, amikor már semmi esélyt nem látott nyilván, akkor fordítottak a fiúk, és az utolsó 5 perc óriási élmény volt, 85 perc tömény szenvedés után. Tehát ez... Csak nyomokban követtem Szoboszlai Dominik pályafutását, de ezt a gólt, apám, hát ez a srác, ez tényleg tud valami. Nagyon, hát figyelj, neki köszönhetjük jó részt. Neki. Megint van, megint van egy kimagaslóan jó fiatal játékosunk, és ez tök jó. Hát ugye, ha lehet azt mondani, hogy oké, Mázdiba 1-1, tehát a ide-oda pattan, aztán berúgtuk, de hát a Gulácsi is szerintem 10 évente egyszer nyel olyan potyárt, mint amit benyelt, akkor azt mondjuk, hogy 1-1, de hát ezzel ki lehetett volna esni, hogyha nem jön be ez a Mázdi gól nekünk a utolsó előtti percben, de mindegy, lényeg az, hogy 4 éve is azért kellett szerencse, jó csapatnak szerencséje van, és akkor a lényeg az, hogy ott, itt nem ott vagyunk az EB-n, itt vagyunk az EB-n, mert hogy remélhetőleg itt lesz. Futball hazatért, azt írja a Nemzeti Sport a címlapján. Hát, igen. Na, azt akarom mondani, hogy egyébként én nem azért voltam dühös minden idők magyar labdarúgó válogatottjára, amióta az eszemet tudom, mínusz nyilasiék, mert hogy így játszottak rosszul, meg úgy játszottak rosszul, meg itt lecsúsztunk, meg Andorra, meg nem tudom, hogy micsoda. Én egyetlen egy okból voltam dühös, hogy az ilyen és ehhez hasonló élményektől megfosztottak bennünket nemes egyszerűséggel. Kérlek szépen, nem voltam sosem egy futballrajongó, a Videótonnak az UEFA menetelése viszont annyira beszippantott, hogyha ott történik valami, akkor rendszeresen és kulturáltan meccsre játszó ember vagyok, de sajnos nem történt, úgyhogy évtizedekig mondhatni semmi nem mozgatott meg. Aztán utána, amikor először kint voltunk az EB-n és tisztesen helytáltunk, az megint ugye megmozgatott, aztán utána megint fiaskók jöttek, úgyhogy igazából ezeket az élményeket, hogy majdnem leéltem az életemet úgy, hogy valódi labdarúgó élményeket meg tudom számolni az egy kezemen, amikor voltak. Mert jó, amikor a Fradi először kijutott a BL-be, oké, az is egy nagy élmény volt, meg az említett Videóton meccs, meg az EB, de ennél többet én nem nagyon tudok. Mert az, hát, hogy barátságos meccsen időnként elkaptuk az olaszokat, meg ilyen nagy kapukat. Én sem nézek ilyeneket, csak amikor már tétje van, tehát amikor már volt esélyünk kijutni, én is akkor kapcsolódom, mert nem nézem az összes meccset, elolvasom, megkövetem, stb. De hát az EB-t azt én is ugye gyerekekkel együtt szurkoltam végig, ezt most is, csak most ugye hát a nagy rajongó gyerekektől külön, igen, ez egy új fejlemény volt itt a kijárási tilalom miatt,
egymást online, illetve különféle üzenetekkel szórakoztatva, de külön helyszínről szurkoltuk végig, úgymond együtt, illetve értetlenkedtünk. Úgyhogy, hát igen. Igen, ez most tök jó. Miután tudom, hogy nekik is óriási élmény volt, hogy 4 éve ott voltunk és játszhattunk egy Európa-bajnokságon, azért ez szerintem... És micsoda csoportba kerültünk. Hát jó, mi hát persze, önmagában láthatunk. A portugálokkal, a németekkel, a franciákkal. Hát tudjuk, hogy semmi esélyünk, tudjuk, hogy el fognak verni minket, nyilván az már tét... Várjuk ki a végét. Miniszterelnök úr megmondta, hogy a meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük. Folytasd, kérlek. No. Hasonló magvas mondás? Meg kéne rémüljek, de nem vagyok elég jó színész ahhoz, hogy itt a minket videón követőket szórakoztassam a megrémüléssel, egy ahhoz hasonló megrémüléssel, mint amit a Reszkessetek betörőkbe produkált az a gyermekszínész, akinek nem merem kiejteni a nevét, mert úgyse tudom jól. Mindenki tudja, miről van szó, mert hogy mémesedett, és rendszeresen bigyeztik be mindenféle üzenetekbe. Valami ilyesmi. Na, mert hogy péntek 13 van. Igen. Meg kell ijedni, rám bevallom, őszintén már nem hat. Tehát most már megint azt hittem, hogy erről fogsz beszélni 10 percig. Nem. Jaj, oké, nem, köszönöm. Azért nem hat, mert a múltkor akartam erről beszélni, és Ács Gábor mondta, hogy az égvilágon semmi jelentősége nincs ennek, de ez önmagában még nem lett volna elég ahhoz, hogy visszariasszal arról, hogy mit köthető a péntek 13-akhoz. Tudom, hát napi csata ügyben sem tudlak lebeszélni róla, úgyhogy... Igen. Hát mert ott van egy komoly és kitartó és megrögzött rajongótábor, őket muszáj kiszolgálni. Uh-huh. De azt kell mondjam, hogy 2020-ban azt gondolom, hogy a péntek 13-ak érvényüket vesztették. Tehát most tényleg mondjon már valami. Ezt kérném szépen akkor kőbevésni. Tehát eddig volt értelme, de most 2020-ban Mihálovics Mackó kijelentette, hogy mostantól, idéntől érvényét veszti a péntek 13. Mint jelenség, mint olyan. Vele, hogy mi vagyunk túl eddig 2020-ban, és még mi vár ránk, most még akkor itt péntek 13-azzunk. Na ne röhögtessük már ki magunkat. Jó, figyelj, én már 35 évvel ezelőtt túljutottam rajta, de örülök, hogy én akkor nem. Az idejében te is kikiáltottad ennek a marhaságnak, ennek a babonának a végét. Jó, oké. Viszont drága barátom, kedves Ács Gábor, drága hallgatók, mindenkit nagyon szeretek, egyenként is szívesen leparoláznék az urakkal, és adnék egy cuppanos puszit a hölgyeknek, hiszen ma van a kedvesség világnapja. Ujjajajajaj. Ezt már egyszer próbáltuk, tavaly óriási siker volt, mit ad Isten a kedvesség világnapján. Fortuna is, Isten azt, hogy mindig Ács Gáborral sorsol össze, feladván a leckét ezzel, hogy ne csak dumáljunk róla, hanem próbáljunk meg mély megértéssel, emberbaráti szeretettel, birkatürelemmel közeledni egymáshoz, és így tudjuk le legalábbis ezt a napot, a kedvesség világnapját. Az már csak egy cseppet sem mellékes dolog, hogy a magyar nyelv napja is van, tehát meg kell próbálnunk mindent megmozgatni annak érdekében, hogy édes anyanyelvünket ne csúfoljuk meg, úgyhogy próbáljuk baki és őzés nélkül letudni a mai műsort, legalább a magyar nyelv napján, mert hogy 1844-ben pont november 13-án fogadták el a magyar hivatalos nyelvé tevő törvényt, addig a latin volt a hivatalos nyelv Magyarországon. Nem igyekszem, hogyha ezzel elsősorban rám céloztál. Nem, magamra is. Ja, jó, oké. Talán ez a mondat még őmentes és nyelvtanilag is helyesnek bizonyult, de remélhetőleg a továbbiak is majd csatlakoznak ehhez a trendhez. No, 1980-ban november 13-án volt a második olajválság. A világpiaci árak folyamatos emelkedését, az importkorlátozást és a hitelvel felvételek növekedését eredményezte. Akkor még nem sejtettem 9 évesen, hogy valamikor ezzel komolyan fogunk majd foglalkozni az olajpiaccal. Aztán ennél is jelentősebb történet az, hogy elkészült az első ismert weboldal 1990. november 3-án. Ez volt a World Wide Web, azaz a www. Ez az interneten működő egymással úgynevezett hiperhivatkozásokkal összekötött dokumentumok rendszere. A jelentése homályos, legtöbben úgy gondolják, hogy a www az maga az internet, de ez nem így van, kérem szépen.
mert hogy a rendszert webböngésző programok segítségével lehet elérni, ez tudja megjelentetni az egyes dokumentumokat, az úgynevezett weblapokat. És hát ezeken a lapokon a hiperlinkek segítségével további lapokat lehet lekérni, ezek pedig lehetnek akár újabb hiperlinkek is, szóval nem egyszerű a helyzet, ezért tűnik ilyen hálózatnak. A dokumentumok a háló csomópontjai, a klient elképzelni a hiperlinkeket, pedig ez ilyen pókhálószerűen ezeket a csomópontokat összekötik, és ezeken keresztül egy vagy több lépésben tetszőleges csomópontokhoz juthatunk el ráadásul. Tehát ez a lényege az egésznek, remélem viszonylag egyértelműen el tudtam magyarázni. Az alapelveket Tim Berners-Lee, a CERN kutatóközpont munkatársa dolgozta ki 1989-ben, mégpedig azért, hogy a különböző intézményekben a világon elszóltan dolgozó kutatók között könnyű legyen a munka és információ megosztás, kérem szépen. Hát egy pillanatra álljunk meg, és gondolkodjunk, mi lenne ma nélküle, mármint a www nélkül az életünkből. Olvastam egy mémet, nagyon tetszik. Azt mondja, hogy jó, hogy nem 20 évvel ezelőtt volt, vagy van ez a járvány, mert otthon ülnénk egy Nokia 7310-essel. Uh-huh. Igen. És figyelj, 89-es élmény, és illetve hát nosztalgiázás, de hogy ledöbbentem. Előkerült éppen egy hete a családi iratok takarítás közepette egy levél. 89-es keltezésű, és anyukám olvasta föl nekem nagy röhögések közepette. Ezt én Finnországból írtam, akkor érettségiztem és kimentem Finnországba, egy évig dolgoztam ott, és azt a részt olvasta föl, nyilván nem tudok szó szerint idézni, de arról szólt, hogy beszámolok, hogy az első fizetésemet szeptember 15-én fogom kapni. Azt állítják nekem, hogy valami lapocskát kapok, azt be kell dugni a nyílt utcán egy automatába, és az ki fogja adni a fizetésemet. Hát hiszem, a látom. Tehát valami ilyen szinten történt a dolog, akkor láttam életemben először ATM-et, és emlékszem utána, hogy valóban szeptember 15-én, 1989-ben végrehajtottam életem első olyan, később kiderült, hogy ezt úgy hívják, hogy tranzakció, vagy pedig ATM készpénzfelvétel, amiről néhány nappal azelőtt, ugye a levél tanúsága szerint nem hittem el, hogy ilyen van és működik. Utána megvan, hogy hazatértem, és 90-ben a bankok nem nagyon ismerték ezt a szolgáltatást, aztán a Budapest Bank volt az első, és én annyira lelkes voltam a finnországi élmények kapcsán, hogy a legelsők között nyitottam olyan számlát, amihez már bankkártya kapcsolódott, de évekig óriási, de nem tudtam pénzhez jutni, mert vagy nem működött, nagyon-nagyon kevés automata volt, nagyon lassan kezdett elterjedni. Úgyhogy én ezért pontosan emlékszem, hogy ez 90, szóval most ez a levél, hogy előkerült, és ez a őszinte rácsodálkozás, illetve hitetlenkedés, hogy ez működhet, hogy ez utcán bedugod egy lyukba azt a kis lapocskát, amit kapsz, és az majd neked ott kiadja a pénzt, egészen nevetségesnek hangzik, és nem volt ilyen régen ez 1989, illetve a magyar bankrendszer hajnala, kereskedelmi bankrendszer indulása, rendszerváltása, és utána jöttek be az ATM-ek. Emlékszik erre még valaki? Nagyon érdekes, nem gondoltam volna. Én is Budapest bankos voltam, és emlékszem, hogy akkor még ilyen vaskos letétet kellett a kártya mögé tenni, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon sokáig spóroltam, hogy ezt a letétet le tudjam tenni, amihez ugye nem lehetett hozzányúlni, tehát nem úgy volt, hogy betetted, és akkor szépen le lehetett fogyasztani, hanem mindig, azt hiszem 50 ezer forint volt, vagy valami ilyesmi. Bizony, és, bizony. És még onnantól kezdve hány év volt az, mire lehetett vele fizetni akárhol? Tehát itt az volt, hogy ki tudtam venni a pénzt a számlámról, és volt az országban néhány automata, amelyek hol működtek, hol nem működtek, és mindig para volt, hogy éppen készpénzhez tudsz-e jutni, és éveken keresztül ez ment, és még azt már jól lenne egyébként tudni, hogy majd rákérdezünk, hogy melyik volt az év, amikor először lehetett ezt a kártyát fizetésre is használni, hát elfogadták valahol valami vásárlási tranzakció keretében.
No, nézzük, még egy szomorú dátum van, és meg kell állnunk egy pillanatra emlékezni erre. 2015. november 13-án volt az, hogy felfegyverzett terroristák Párizs különböző pontjain válogatás nélkül lövöldözni kezdtek, robbantottak forgalmas helyeken, szórakozó helyeken és a nyílt utcán is. Hát milyen furcsa, hogy néhány nappal ezelőtt Bécsben történt hasonló, szerencsére jóval kevesebb áldozattal járó eset. Születésnaposok, kérem szépen. Muszáj. De gyorsan, mert már eldomáltad az időt, az első SMS az ma így szól. Gábor, nem tudod lelőni Macit, teljesen átment 1992 ismeretterjesztőbe. Úgyhogy siess. Jó, hát Magyar László földrajzi felfedező, Afrika kutató 1818. november 13-án született. Kerek évfordulót ül Robert Louis Stevenson, skót író. Olvastál tőle? Nem. A Kincses szigeten volt meg. Beleolvastam, de untam. Hát mert a végén van az izgalom, az eleje hát, tényleg kicsit nem, átlagos. Nem tartottam ki odáig. Sokáig, vagy sokan sokféleképpen emlegetik mostanában Klebensberg Kuno, magyar kultúr és tudomány politikus, még program is van róla, meg mi az, amit róla neveztek el? Az a központ, nem? Hát amelynek a kezébe központosították lényegében. Igen. 1875. november 13-án született, illetve ma ünnepli születésnapját Whoopi Goldberg, Oscar-díjas amerikai színésznő, úgyhogy ezek voltak a születésnapi megemlékezésnek a pillanatai.